Na most mi van? Jó, hogy már most mondjam. Kaptunk 3 silétet a Decathlontól, amit itt Kácsbergen próbáltunk ki. Mintáron modell a francia áruházlen saját márkás terméke, amely Vedze vagy Vedzi név alatt fut, azóta se tudjuk, hogy hogy kell ezt kimondani. A kipróbált modellek az 550 Cross, az 580 és a 980-as. A gyártó filozófia egy a síelés mindenki számára elérhetővé tegyék, ezért jó árérték arányú termékeket gyártanak. A Vedzi bázisa a francia Alpok szívében a Mont Blanc lábánál található, ahol a mérnökök és a dizájnerek együtt dolgoznak a helyi síelőkkel, hogy a legjobb termékeket tudják előállítani. Tehát akkor a lécek. Már a hivatalos gyári leírások alapján is látszódott, hogy ez a 3 modell nagyon jól be fogja nekünk mutatni a Vedzi teljes palettáját, mert kaptunk egy modellt a paletta aljáról, a közepéről, illetve a tetejéről is. A lécek számozós elnevezése megtévesztő lehet, ugyanis azt gondolná az ember, hogy egy magasabb szám mellé magasabb tudás, komolyabb képességek párosulnak, de a mi tapasztalatunk nem ez volt. Éppen ezért az 580-as modellt gondoljuk a paletta aljának, az 550-es Cross-t a közepének, illetve a 980-ast a paletta tetején. A paletta alja egyébként nem azt jelenti, hogy a réc losz, csak más tudású, más kategóriájú síelőnek lesz megfelelő. Kezdjük az 580-assal, ami éppen itt van mellettem. Ezzel sieltünk ma egész nap. Az 580-as egy kifejezetten ratrakolt pályára tervezett viszonylag puha síléc, ezt azoknak a középhaladó síelőknek ajánljuk, akik szeretnek hosszú és lassú kanyarokat húzni, de hogyha a helyzet úgy kívánja, akkor olykor-olykor egy-egy dinamikusabb fordulót is beletesznek a síelésbe. A léc oversize csőre, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon-nagyon piskóta alakú, ez segíti a kanyarok bevezetését, ezért, hogyha nem annyira magabiztos az ember, akkor is nagyon jó lécvezetést tud elérni vele. Amikor dinamikusabb kanyarokat húzunk, nagy előnyét érezzük a léc famagjának, ami kellő stabilitást ad a kanyaroknak. A tesztek alatt azt tapasztaltuk, amit a leírásban is olvashattunk, hogy főleg középhaladó, lassabb síelők számára alkalmas ez a léc, ugyanis amikor emeltük a sebességet, egyre nagyobb rezonanciát éreztünk, és kifejezetten gyors síelésnél már elvesztettük a stabilitásunkat. Jó volt! Az 580-as rádiusz egyébként 13 méter, ez az érték egy erős közepesnek számít a kategóriába, de arra bőven elég, hogy elkezdjük vele tanulni a carvingolást. A következő modell, amit kipróbáltunk, az 550 Cross volt, ez egyébként nekünk sokkal jobban tetszett az 580-asnál, ugyanis egy sokkal szélesebb felhasználói körnek alkalmas síléc. Elő-hátul rocker kialakítás alkalmassá teszi arra is, hogy a nap végére buckássá, jeges és síelt pályákon is magabiztosnak érezzük magunkat, és nem mellesleg a színösszeállítás is nagyon tetszett nekünk, ugyanis ez a gyönyörű narancsárga él, ez messziről is látszik a sípályán. Az 580-ashoz hasonlóan ez a síléc is famaggal rendelkezik, és az a famag, illetve a megszélesített középrész kellő stabilitást nyújt akkor is, amikor kicsit kalandosabbak a körülmények. Például buckásabb pályán, jegesebb pályán, illetve adott esetben kisebb freeride-olások alkalmával. Ezek a tulajdonságok, illetve a geometria sajnos nem kedvez a kanyarodási képességeknek, de alapvetően ezt a sílécet nem is feltétlenül a kicsi rövid kanyaroknak szánta a gyártó. A harmadik kipróbált sílécünk a 980-as volt, ez tetszett nekünk a legjobban, ugyanis a 3 modell közül ez a legprofibb síléc. Az előző kettőhöz hasonlóan ez is famaggal rendelkezik, azonban ebben a sílécben végigfut a famag, ezért egy nagyon kemény sílécről van szó, és a famag két titán réteg között helyezkedik el, ami extra stabilitást és precizitást ad a sílécnek. Nekünk is ez az első síelésünk ebbe a szezonba, és először ezt a 980-as lécet próbáltam ki, ami az első kanyaroknál elég furcsának tűnt, ugyanis nagyon jó visszajelzést adott a hóról, de mivel a mozgás még nem állt annyira össze, mint hogyha szezon végén lennénk, ahogy összeállt a mozgás, és ahogy belejöttem a síelésbe újra, egyre jobban tetszett ez a léc, ugyanis a nagyon kicsi, rövid kanyarokban, rövid lendületnél nagyon jól fogta jegesebb részeket is, illetve nagyon dinamikusan lehetett vele élt váltani.
A három kipróbált léc közül ennek van a legkisebb rádiusza, egészen pontosan 11,5 méter. Ezt az értéket egyébként a slalom verseny léceknél szokták használni, és mi is azt tapasztaltuk, hogy a nagyon kicsi kanyarokban nagyon-nagyon könnyen fordul a léc. Mikor később elkezdtünk nagyobb sebességgel síelni, akkor ki tudtuk próbálni kárvingolás közben is, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon-nagyon jól fogta az íveket, és nagyon-nagyon rövid kanyarokat lehet teljesen passzívan síelni vele. És amit még mindenképp el kell mondani róla, hogy kék. Tehát az 580-as modellt ajánljuk kevésbé magabiztos, kényelmesebb síelőknek, az 550 crosst ajánljuk azoknak, akik végig szeretnék síelni a napot, és a nap végén a buckásabb pályákat is szeretnék élvezni, illetve a 980-ast ajánljuk azoknak, akik nagyon dinamikusan szeretnének rövid kanyarokat húzni.